piros és kék fonallal készültek a legősibb motívumok, a beregi keresztszemessel díszített textíliákra. A különleges technika az egész felső Tiszavidékre jellemző volt. A népművészeti hagyatékot januárban a Magyar Kultúra Napján Laki Telken nyilvánították Hungarikummá. Az eseményről a Vásárosnaményi Beregi Múzeumban tartottak sajtótájékoztatót. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Értéktárbizottság elnöke kiemelte, 2014 óta több szakemberrel, valamint Sukta Bertalanné népi iparművésszel dolgoztak azon, hogy ez a kulturális örökség méltó helyére kerüljön. Felterjesztést, amikor elkészítettük, arról a döntés, hogy a kiemelt nemzeti értékek között szerepeljen, az 2020 májusában történt meg, és utána javasoltuk a Hungarikumok gyűjteményébe, és nagyon boldogok vagyunk, hogy január 22-én a Magyar Kultúra Napján a felső tiszavidéki beregi keresztszemes hímzés egyedüli hungarikumként bővítette a Hungarikumok gyűjteményét. Több mint 1000 beregi keresztszemes textíliát őriz a Vásárosnaményi Beregi Múzeum. Az intézmény nem csak a hagyományőrzésben, hanem annak ápolásában, felélesztésében is komoly szerepet vállalt. Gyermekeknek és idősebbeknek is szerveztünk már, és fogunk is szervezni foglalkozásokat. Hímzés szaktanácsadást biztosítunk a múzeumban folyamatosan, tehát ha valaki érdeklődik az ősi motívumok iránt, nagyon szívesen segítünk bármikor, ha megkeresnek bennünket, és nagy örömünkre szolgál, hogy újra el tudtunk indítani egy hímzés szakkört, ahol már nem csak idősebbek jelennek meg, hanem a céljainknak megfelelően a legfiatalabb korosztály, tehát az általános iskolások és akár egyetemi hallgatók is megtisztelnek bennünket azzal, hogy megpróbálkoznak ezzel a hímzés technikával, és ha valami sikert érnek el, akkor az nekünk még nagyobb öröm, mint a készítőjének. A tájékoztatón Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője elmondta, több politikus társával még 2010 előtt megfogalmazták, hogy szükség van egy olyan jogszabályi háttérre, amely a nemzeti értékeket védi. A Hungarikum Bizottság végül 2012-ben kezdte meg működését. Büszkeséget okoz az, hogyha megyebeli hungarikumok újabb egységgel vagy újabb dologgal bővülnek, mert nem csak itt a Felső-Tisza-vidéken és Beregben büszkék erre, hanem Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is, és ugye ez azért nem csak ehhez a területhez kötődik, hiszen itt azért tágabb dimenzióban kell gondolkodni, hiszen a Felső-Tisza-vidék és Bereg az a határon túli területeket, Kárpátalját is érinti, tehát ez egy pont egy olyan közös siker, ahol a határ két oldalán élő emberek közösen örülhetnek annak, hogy azokat a termékeket, azokat a vásznakat, amit dédnagymamáink, őknagymamáink készítettek, az egy ilyen rangos elismerést kapott. A Felső-Tisza-vidéki beregi keresztszemes 83-ként került fel a Hungarikumok listájára. A Mária Pócsi nemzeti kegyhely és búcsú, valamint Kabai János életműve mellett ez a harmadik Szabolcs-Szatmár beregi érték, amely a Hungarikum gyűjtemény része.